Nos hát sziasztok, én Mervin vagyok, és ez egy vadonatúj videó. A mai napon pedig fent vagyunk a CMT a V4-en. Nagyon, de nagyon sokan akartátok már, hogy bemutassuk az Audi TT-ket, amik a rendvédelemben vannak. Ugyebár most ezek szolgálnak HSU egységként. Ezek az ilyen idézőjeles elkapó egységek. Bár úgy meglátjátok, hogy nem igazán az, de minden kiderül. Hogyha tetszik nektek ez a videó, akkor majd dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Most pedig hát jó nézést hozzá. Az Audi TT-ket, azokat a specgarázsba találjuk, ami valójában a speciális garázs, de mi specnek rövidítjük. Itt pedig, hogyha a Packer mellett elmegyünk, akkor már láthatjátok is a verdákat. Ott ülnek egymás mellett, három darab van így a rendőrségbe. Magáról a kocsiról nem tudom, hogy mit mondjak, úgy tetszik is, meg nem is, de egyébként önmagában a kocsi nagyon vagány. Ezen is ugyebár működik a villogó, meg minden, a P betűs lámpa is. Ez a része, ez nagyon fasza. Túl sokat nem volt használva, alig 96 km van benne. A kocsi, ahogy látom, az 80 ohmos, a hasmagasság az gyári neki, és nitró nincs benne, bár ezt megkérdőjelezném, mert én úgy tudom, hogy van benne. Úgyhogy elég faszán fel van szerelve, most már csak annyi van hátra, hogy próbáljuk ki. Lövöldözés van Gantonon, éppen oda megyünk ki. Most az a lényeg, hogy nem mi legyünk a naphősei. Hogyha gáz van, akkor kicsit fogjuk vissza magunkat. Aha. A lövöldözés helyszínén megjelent ez a Mercedes, akkor per pillanat nem is jutottam szóhoz, hogy miért van még ott. Nem gondoltam volna, hogy egyébként van köze az egészhez, de hát amint felszólítottam, láthatjátok, hogy mi történt. Leigazoltatom ezt a Mercedest, és menekül. Oké. Hát kicsit feltűnő volt, hogy pont a hullákhoz jön oda. De hát most ez van. Ez az, hogy már egy ideje fent vagyok a szerveren, és eléggé droppolgatok. Nem tudom, hogy mit tehetek ez ellen. Sajnos tűrnem kell. Ajaj. Ezt még láttam egyszer. Kösz. Ez se a legkellemesebb dolog a világon, de most lemegyünk. Érdekesnek tartom azt, hogy vannak emberek, akik még ilyeneket bevállalnak, és kidurrant a kereke. Hát ezt elkapjuk már így ilyen formában, csak kíváncsi vagyok, hogy kilőnek vagy sem. Remélem, hogy nem lőnek ki. Leszaladtak az aluljáróba, és nekem már nem töltenek be a textúrák. Aha. Kicsit kilőttek. Nem töltöttek be a textúrák, nem tudtam mit csinálni egyszerűen. Lőttek fentről is, lentről is. Hát ez most ilyen. Oké, és végre látok egy erősítés kérés, szóval most már tudja, hogy üldözzük. Most már csak el kell jutni oda, és üldözni is kell. Annyiban reménykedem, hogy nem terepezni fog, bár egy G65-es, szóval igazából bármi megtörténhet. Ja nem egy G65, ez egy E60. Oké, és nem vagyunk már távol, viszont nagyon sok egység rajta van. Ez mondjuk elég para volt. Elég sok egység rajta van, úgyhogy nem tudom, hogy ki fogjuk tudni próbálni így a TT-t, vagy sem, de hát kiderül. Ja, rengetegen rajta vagyunk, ez az ember ez nem fog innen elmenekülni. Jobb, hogyha beszalad valami intibe ezen a ponton. Ó, menjél utadra, E250. Nem tudom, hogyha lehet hallani a szirénáktól, mert hogy nagyon hang... És szakad a röhögéstől valaki a kocsiba, beszarok, hogy nem látta azt meg. Azért elég látványos volt, nem? De amúgy ahhoz képest, hogy mennyi rendvédelmi tag van, nagyon szépen üldözünk, szóval nem nincs az, hogy tolakodunk meg ilyenek, tényleg megyünk egymás után. Túlságosan sokan vagyunk, ez tény, de hogy amúgy kultúrált az egész. Most miért állt félre? Wow, merre megyünk, ez nem Zsák utca? De igen, Zsák utca. Íj, és lövöldöznek! Egy kicsit lehúztam a hangerőt, hogy lehessen hallani valamit. A lövöldözésnek a végkimenetele az lett, hogy valaki sérült. Édes Istenem, hogy néz ki ez az ember E60. Megérdemelt a Kerekes Attila Zanivat, hogy csinálj egy ilyen autót? Zöld a belseje. Ember, mennyi rendőrautó van, mit gondoltak, amikor bejöttek ide? Hát egyértelmű, hogy ez a hely az Zsák utca. Még esetleg felmehetett volna itt?
Ja, itt még fel tudott volna jönni, de hát gondolom már nem számított rá. Inkább elhozom onnan az autómat, hogy ne legyen majd az, hogy blokkádolok valakit. És feltörték az aranybankot. Gyorsan kísértek oda a helyszínre, hát ha még elkapom. Most az első dolga az lesz, hogy lezárjuk a terepet. Ilyen kerítéseket kell lepakoljunk, majd hogy tudjanak járni az egységek, ezt a cuccot alkalmazzuk ide. És kész is van a lezárás. Ezekkel most annyi a lényeg, hogy felemeljük, és ugyebár beengedjük az egységeket, amikor be kell őket engedni. Az az érzésem, hogy beszaladtak a rendvédelmisek? Aha, kinyitották a hátsó bejáratot. Itt para bemenni, én itt biztos nem megyek be. Na, mondom, ne lőjük az ajtót, felesleges. Közben beszélgetnek Voice rádión. Ugyebár azt beszélték meg, hogy nem lövik az ajtót feleslegesen. De ez az emelet, ez tiszta, nem? Most rádiózták le, hogy a harmadik emelet tiszta. Micsoda? Valakit elkaptunk? Vagy mi történt itt? Mi van a csávóval? Feltette a kezeit! Na jó, ez igen, ez hogyan történt? Nem gyakori eset ez azért, de akkor biztosítjuk a terepet. És kölyök elkaptuk, ezt viszik a honvédek. Hát ez zseniális. Tisztának tűnik ez a bank, elég hamar megtisztítottuk. Wow, mi van itt? Szóval elég hamar meg lett tisztítva, viszont most még lemegyünk a safe terembe körbenézni ott, de úgy gondoljuk, hogy nem lesz senki lent. De a biztonság kedvéért azért még átnézzük, hogy nehogy meglepetés érjen. Fel. Ha valaki kérdezné, én nyomtam meg. Nem vagyok bankban, nem érek be, mit kérdez? Kell valami? Terelmem. Bengi itt telefonál, bazd meg. Majd visszaívlak, ha végeztem. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Oké, úgy néz ki, megyünk le. Hát, a navos már nem dobjon le, és ledobta a bejáratba annyira jó helyre. Kicsit odébb raktam, hogy ne legyen vele baj. De itt most nagyon durva lesz, mert pont fölöttem tartják a fegyvert. Menjél, Bengi! És kilőtte Bengé, vagy nem? Nem vagyok benne biztos. Szerintem ez az egy lett volna az, aki... M4A1. Nem tudom, lehet az van Bengénél, de fogalmam sincs. Tisztának tűnik a terep. Ja, aranyból megtisztítva. Jihi, ez az. Nos hát, én itt meg is köszönném a figyelmet. Ez egy sikeres akció volt, még úgy is, hogy igazából sok köze nem volt a HSU-nak hozzá, de gondoltam, hogy azért belerakom a videóba. Remélem, hogy tetszett nektek, és hát iratkozzatok fel. Írjátok kommenteket, meg minden, írjátok le, hogy miről szeretnétek még videót látni, aztán majd még találkozunk. Sziasztok!